A labda nem fárad el. Igazán érvényes lehetett ez a mondás péntek délután 5 órától, szombat délután 5 óráig az újfehértói Szegedi Károly Sport és Szabadidőközpontban. 2020-ban hagyományteremtő céllal rendezték meg először a 24 órás focitornát, majd a koronavírus miatt 2 év szünet következett. A szervezők azonban bízva a sikeres folytatásban tavaly újraélesztették, idén pedig folytatták a különleges lebonyolítású eseményt. Szerencsére egész hamar meglett a 12 csapat. Most olyan formában döntöttük a lebonyolítását, hogy egy csoportot csináltunk, mindenki egyszer játszik mindenkivel, és a végén az első a negyedikkel játszik a döntőbe jutásért, a második pedig a harmadikkal. 2 vesztes a harmadik helyére, a 2 nyertes megjátsza a döntőt. Az egy napig tartó focitorna és a kilátogatók nagy száma jól példázza Újfehértó pezsgő sportéletét, mondta el Hosszú József, a város polgármestere. Hozzátette, 24 órán keresztül sportolni figyelemre méltó teljesítmény. Újfehértó nagyon szeretik a focit, és a szervezőkkel azon gondolkoztunk annak idején, hogy milyen olyan eseményt tudnánk csinálni, ami nem sok van a környéken, és mégis nagyon sok embert meg tud mozgatni, és erre egy jó ötletnek bizonyult ez a 24 órás focitorna, ami, mint a példa is mutatja, egy ragyogó kezdeményezés volt, hiszen már harmadik alkalommal zajlik ez az esemény itt a Szegedi Károly Sport és Szabadidőközpontban, és nagy jelentőséget adok annak is, hogy mikor megkérdették a srácok, egy napon belül elkelt az összes hely, tehát egy napon belül lezárult a nevezés, és most szombat délelőtt vagyunk, és még elég sok csapat bírja is ezt a gyűrődést. Bízom benne, hogy kibírják a végéig, és akkor elmondhatjuk azt, hogy ismét egy sikeres rendezvényünk volt. A 24 óra során összesen 60 mérkőzést rendeztek meg Újfehértón, és 291 alkalommal került a labda a hálóba. Nagyon jó hangulat van, szerencsére sérülés nem történt, kiállítás nincs. Nyilván mindenki szeretne nyerni, de mindenki érzi azt is, hogy azért ennek nem egy pénzdíjas torna feelingje van, hanem az, hogy kitartsanak a csapatok, illetve mindenki jól érezze magát. Újdonság volt most, hogy a 12 csapatban volt egy újfehértói női csapat. Igaz, hogy ők reggel 6 óráig bírták, de azt gondolom, hogy minden tisztelet az övék. Sőt, még volt olyan meccs is, ami pontot tudtak szerezni egy igen jó csapat ellen. Az első helyért járó selleget végül a Kis Ép Kft. Emelhette a magasba, miután a döntőben 0-0-ás végeredményt követően 7 méteresekkel felülmúlta a Felruglak LSL együttesét. A torna harmadik helyén a Biri Ese végzett.